Szinte minden széket elfoglaltak a mostani nyolcadikosok és a szüleik a Szent István Gimnázium laboratóriumában. Itt zajlott ugyanis a nyílt nap egyik bemutató órája. Hajdúné Dienes Szilvia tanárnő lelkesen magyarázza az éppen bemutatott kísérletet, a diákok pedig érdeklődve figyelik. Szombat délelőtt több száz leendő középiskolás látogatott el a Kalocsai Gimnáziumba, hogy részt vegyen az intézmény nyílt napján. Nagyon-nagyon örülök neki, hogy nagyon nagy az érdeklődés. A 8 órakor kezdődő programon a díszteremben gyakorlatilag teltház volt, álltak is, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy még a tavalyihoz képest is, amikor szintén nagyon sokan voltak, még szerintem ahhoz képest is sokkal többen voltak. És hát ez most a mostani programunkon is látszik, vagy a most éppen zajló programokon, mert gyakorlatilag 4 különböző helyszínen a különböző szakirányoknak a bemutatkozása zajlik, és minden terem nagyon-nagyon telve volt az előbb. Több tanteremben zajlottak egyszerre a foglalkozások, és így, ha az egyik helyen véget ért az előadás, akkor be lehetett ülni a másikba. Idén újdonsággal is várta az iskola a pályaválasztás előtt álló diákokat, a programot most egy pályázat is segítette. A lemorzsolódással veszélyeztetett gyermekek érdekében zajlik ez a program, és itt egy picit csatlakoztunk mi ennek a programnak a keretében, de igazából maga a nyílt nap az nagy vonalakban az előző évek jól bevált hagyományait követi, de minden évben ugye az idén is apró változtatások azért mindig vannak a programon. Az iskola 6 szakirányú képzést hirdet meg a következő tanévben is, többek között erről hallhattak tájékoztatást a családok. Így a nyelvi terembe a nyelvi tagozat iránt érdeklődőket várták, de aki az informatika, illetve a természettudományi szak vagy a társadalomtudomány iránt érdeklődik jobban, az is kellő információt kapott. Azok a tanulók, akik valamilyen felsőoktatási intézményben való továbbtanulásban gondolkodnak, azok jó felkészítést kapnak, ezt számtalan számadattal tudjuk igazolni, különböző statisztikai adatokkal, interneten megtalálható országos kimutatásokkal. Azt gondolom, hogy nagyon jól föl tudjuk készíteni őket bármilyen felsőoktatási egyetemre. Fontos határidők következnek ebben az időszakban a leendő középiskolások számára. Többek között először a december 7-e, hiszen ekkor kell benyújtani a tanulóknak a jelentkezésüket a központi írásbeli felvételi vizsgára a választott iskolánál.